Aló? Épp videózáshoz készülök, most nem érek rá. Ja, már megy is a felvétel. Majd visszahívlak. Na hát remélem, hogy te nem csak telefonálásra használod a mobilt, ugyanis számos alkalmazás érhető már el, amit a repüléseink során kisgépes VFR repülésben tudunk használni. Erre mutatok most néhány példát. a repülésben az időjárás nagy úr, érdemes komolyan venni, ugyanis minden évben történnek olyan balesetek, akár halálos balesetek, amelyek az időjárásra vezethetők vissza. Időjárás alkalmazás számos létezik, előrejelzés szempontjából én főleg itthon számítógépen készülök fel, viszont mobilon ott van velem mindig az időkép, ez már reptére kiérkezéskor lényegében a radarképet szoktam nézegetni, illetve még felkészülés során, valamint a reptéren indulás előtt a kameraképek szolgálnak hasznos infókkal, ugyanis mondjuk a Pilisben, illetve a Dunakanyarban elhelyezett webkamerán már egy picit magasabbról látom a, a környezetet, látom, hogy milyen alacsonyan van a felhő, van-e esetleg van-e alattunk, öt felül pedig már nincs, tehát a Dunakanyarban ez is előfordul, illetve itt a magasabb hegyeken elhelyezett kamerákat érdemes nézni, így felhő alap szempontjából. Budapest környékén számos reptér van, szinte mindegyiken van webkamera, tehát lényegében úgy kimehetünk a reptére, illetve hát megnézhetjük, hogy mi újság a reptéren, hogy ki se kell menni. Ha pedig rossz az idő, akkor el se indulunk, maradunk itthon. következő hasznos alkalmazás, térkép alkalmazások közül, a legalapvetőbb ugye, amit az összes okostelefonra ráraknak, ami androidos, az a Google térkép. Lényegében, hogyha kicsit elkallódunk az útvonalon, nem tudjuk, hogy merre vagyunk, akkor megnyitjuk, és azonnal megmondja a jelenlegi pozíciónkat. Többször hallottam már olyan esetet, hogy repültek a pilóták, és, és nem tudták, hogy hol vannak. Hát ilyenkor elég elővenne a Google térképet, látjuk, hogy melyik település van a környezetünkben, és ahhoz képest már, hogyha papír térképen normálisan felkészültünk, behúztuk a kurzust, hogy melyiken kell repülni, akkor könnyen visszatalálhatunk az eredeti útvonalra. Úgyhogy alapvető a Google térkép, ha pedig kicsit komolyabb alkalmazást szeretnél, akkor az AirNav Pro egy jó választás lehet, ehhez már érdemes beszerezni egy 7-8 szolós tabletet legalább, és itt már a felkészülést is nagyban segíti, ugyanis a tervezés az tényleg gyerekjáték az pro próva. Az útvonal navigálásnál pedig szintén hasznos információ, hogy lássuk, hogy milyen légterek vannak a környezetünkben, hogy ne legyen légtérsértés. repülésben időként számolgatni is kell, tehát nem árt, hogyha van egy számológép alkalmazás, azonban nem a klasszikus számológépre gondolok, hanem van a TimeCalc nevű alkalmazás, amivel hat van a számrendszerben, tehát óra, perc, másodperceket tud számolgatni. Ugye ez főleg akkor jön elő, amikor a logbookban össze kell adni a megfelelő sorokat, hány óra, hány percet repültél, és ott fejben elég nehéz számolgatni ezeket ide szépen be lehet pötyögni óra perc pontossággal, és gyorsan össze lehet adni lényegében az időket. Egyre többen használnak a repülések során akciókamerát, ennek megfelelően nagyon sok rossz felvételt is látok, fel, de nem úgy van beállítva a kamera, na ehhez kell használni a megfelelő gyártónak az applikációját meg tudod nyitni, és amennyiben olyan a kamerát, hogy wifi-vel hozzá tudsz csatlakozni, telefonon látod az élőképet, szépen be lehet lőni, hogy mit lásson, visszintes legyen, azt vegye, amit akarsz, és ezzel már sokkal jobb minőségű videófelvételeket lehet csinálni. Ezen felül, hogyha mondjuk fotókat készít a kamera, akkor ezzel az appal szintén egyből le tudod szedni róla wifi-n keresztül, és már ismert megosztásra. Ha már fotó és fénykép megosztás a közösségi felületeken, akkor fontos megemlíteni itt is a minőséget. Nagyon sokan azt a fotót posztolják, amelyik elkészült telefonáltal, vagy a fényképező által, vagy az akciókamera által. Hát ezeken van mit reszelni, ehhez a Snapseed programot szoktam használni. Lényegében ez egy elég komoly kis retusáló program tényleg fotó szempontjából ez a szarból várat lehet vele készíteni, mert nagyon rossz minőségű, meg ilyen gyenge minőségű fotókból is olyan látványosakat lehet csinálni, hogy jön rá a like áradat majd. Na, röviden ennyit a leghasznosabb mobilappokról, Ha Hogyha még tudsz, akkor kommentben jelezd. Lehet, hogy vannak olyanok, amiről még én se hallottam, én se használtam, viszont ugyanakkor hasznos lehet a pilótáknak. Tetszett ez a videó, akkor lájkold meg, küld tovább az ismerőseidnek, kövess az Instagramon, már ott is van pilóta szemmel profil. Jó repülést és jó leszállás neked. Hello!